Reggelizünk? Remélem lesz még valami kis nasi is. Éhes vagy? Remélem hamarosan jön a bacsi. Nem sokára eszünk, igaz? Mikor eszünk legközelebb? Jó reggelt, sziasztok! Remélem gyönyörű szép napotok van. Így még gyorsan lekötyög a kávém, azt gondoltam beköszönök nektek. Szóval a mai napon nem fogok más csinálni, mint egy az egyben lemásolom a kisugomnak a diétáját, az ő étrendjét. Jelenleg ő még nem ébredt fel, remélem, hogy ezt hamarosan megteszi, mert én ahhoz szoktam, hogy ilyenkor reggelente már rögtön eszem, és tulajdonképpen már kiukad a gyomrom. Tehát, amint felébred, reggelizünk is. Remélem, hogy reggelizni fogunk. Csak nem húzok ki még több órát. Gyanús zajokat hallok a konyhába. Oh, jó reggelt! Reggelizünk? Nem, még csak kávézok. Ah, majdnem azt hittem. Mikor reggelizel? Hát egy óra múlva. Még egy óra? Basszus. Fél. Reggeli! Végre reggelizünk, eljött ez az idő is, így lassan délbe. Nem baj, legalább milyen jobban dél? Fogom. Milyen dél? 11 óra? Hát ez már majdnem dél. Nem. Jó, én nem most keltem, én már régebb óta fenn vagyok. Nekem ez már majd, hogy nem vacsora. Meleg szendvicset eszünk reggelire. Igen. Kedvenc meleg szendvics sütő, öregebb, mint én. Már gyerekkoromban, sőt szerintem határom gyerekkorában is ezért csinálták a meleg szendvicset, de egyszerűen mai napig überelhetetlen. A mérleg. Erre elégedj. Úgy határozottan jó irányba haladunk. Én nem befolyásolok semmit, én teljes mértékben rábízom, hogy hogyan készíti el a melegszenyót. Meleg szendvicset rendelkezünk. Meleg szendvicset rendelkezünk reggelire. Ezt tesszük. Sajnos nekem jutott a light sajt, ami nem pirul rá olyan szépen. Nekem is van kettő. Neked is van, de megnézhetjük a mozzarellával, azért kicsit jobban néz ki a dolog. Nem baj. Kalóriát, tápértéket feltüntetem. És ennyi. Reggelizzünk. Rajt vagy. Jaj, tájjal. Ketchup? Szoktál rá tenni? Itt van a ketchupot. Jaj, csajszi, lesz neki baj. Én beveszem a vitaminjaimat. Szeretem reggel bevinni, amikor eszembe van, és nem felejtem el. Mikor mink edzünk? Nem tudom. Most? Reggeli után? Nem. Nem? Ebéd után? Mennyi most? Reggeli vagy ebéd után? A lényeg az, hogy most egy kicsit visszahúzódunk. El kell mennünk bevásárolni az ebédhez. Menet közben változott a terv, most nem ebédeltünk még, elmegyünk egyet edzeni, és edzésből visszafelé bemegyünk a boltba vásárolni, ugyanis az én kis drága hugom nem szeretne kétszer elsétálni boltba, tehát így fogjuk megoldani, úgyhogy bedobok egy kis pre-workoutot, és indulunk is a terembe. Megittem a pre-workoutot, feltöltöttem vízzel a kulacsot, menjünk is edzeni. Mellesleg azért szeretem nagyon ezt a pre-workoutot, amellett, hogy hihetetlenül finom, benne vannak ezek a kis gyöngyök, bogyócskák. Na és ezek annyit tesznek, hogy ezek a szervezetedben folyamatosan bomlanak fel, és ezáltal az egész edzésed során ultra aktív leszel, nem az van, hogy egyszer csak beüt a fáradtság, hanem nem, tényleg teljes gőzzel, full energiával végig tudod húzni az edzésedet.
egyszerűen imádom, csak ajánlani tudom, hogyha szeretnétek kipróbálni, belinkelem nektek a leírásba. És miután ma a hugomnak az étrendjét követem, ezért úgy döntöttem, hogy miért is ne próbálhatnám ki az ő edzését, ezáltal ma egy kis láb, illetve popsi edzésben lesz részem. Ágjunk bele! Na, most egy kis guggolást csinálok. Abszolút ne ítéljetek el a súly miatt, hihetetlenül kemény gyakorlat érezni a gépen, és hogyha helyesen csinálod, tehát minél mélyebbre nem mész, mindegy. Lányok, ha azt az igazi gettó robbantó hátsó felet szeretnétek, erre három gyakorlatra fókuszáljatok. Most pedig körítésként befejezem pár gyakorlattal, és megyünk bevásárolni. Szóval a következő kajánk egy ilyen kis táj tészta-szerű. Apukánk receptjét próbálta lemásolni, és utána csinálni, mindjárt megnézzük, hogy ez sikerült-e. Wow! Hát ez nagyon tuti. Egyébként úgy néz ki a dolog, hogy először fogsz egy kis hagymát, fokhagymával, igaz? Nagyon szépen lepirítod, aztán mehet rá felvágva a csirke. Fűszerek kapcsán mi most egyszerűen vettük a dolgot, egy ilyen előre kikevert fűszerkeveréket használtunk, kínai fűszerkeverék. Ezen felül van benne egy kis szójaszósz, illetve chili. Aztán miután ez így jól megsült, megpirult, belekevered a tésztát. Ennyi az egész történet. Hihetetlenül jó kaja. Faterunk nagyon sokszor szokta ezt készíteni. Mindannyian szeretjük. Szóval jó étvágyat! Bú! Jó, kaja készen van. Remélem lesz még valami kis nasi is, mert ez az adag, ez ja, gyerekméret. Általában ennek a dupláját leszoktam tolni simán. Szóval... De én már megettem. Mindegy, remélem, hogy ettől függetlenül még valamicska jut, de hát ha nem, ez van, ez egy ilyen nap. Na, végre felébredtél. Éhes vagy? Igen. Király, mit akarsz enni? Dinnyét. Yes, yes, yes. Kávé csak mennyit? 3 órát, 4 órát vártam erre a kis nasi ebéd után. 2 órát aludtam. 2 órát aludtál? Nem tudom. Mindegy, hosszú idő volt, és remélem, hogy nem csak egy kis icipici szeretecskét eszünk. Kénytelen leszel sokat tenni, mert én nagyon éhes vagyok. Jó. Na, először az volt a terv, hogy ez lesz egy adag, de közben átgondoltuk a dolgot, és úgy döntöttünk, hogy ez egy. Szóval ez itt a nasi, 550 g, fél kiló dinnye, nagyon szeretem, főleg egy meleg nyári napon.
ami most ugye nem aktuális, de attól még igazán jó. Kis hideg csemege, nagyon alacsony kalóriatartalom, tényleg tökéletes egy kis snacknek, és megtelíteni a hasodat. Ennyi. Dinnyét megettem, megettük. Remélem hamarosan jön a bacsi. Ez a lány most más. Mert, ja, kicsit több ételhez szoktam. Szóval a vacsoránál találkozunk. Ciao. És szokásomhoz hűen itt is elfelejtettem bekapcsolni a mikrofont. Mindegy, az a lényeg, hogy kb. 2 perc telt el, mióta megettük a dinnyét, és Hugi megint éhes. Természetesen én ennek nagyon-nagyon örülök, és amit enni fogunk, az nem lesz más, mint egy jó kis homemade pizza. Szóval a pizza tulajdonképpen az én egyik receptem lesz, mert a családom is annyira szereti őket, hogy tulajdonképpen ezeket próbálgatják ők is folyamatosan, és Hugom úgy döntött, hogy ma ezt szeretné elkészíteni, de sajnos nem volt tortilla lap a boltban, ezért ilyen pizza lapot szereztünk be. Ezzel annyi a probléma, hogy tulajdonképpen egy pizza lap kalóriájából 2 tortilla lapot is felhasználhatnál, ami tulajdonképpen dupla annyi pizzát jelent. Egyébként egy házi készítésű szósz kerül rá, amit én már pár nappal ezelőtt megcsináltam, és feltétnek pedig sonka, gomba, kukorica, hasonló, illetve mozzarella sajt természetesen. Itt vagyok. Adtam egy kis előnyt neki, én úgyis hamarabb megeszem. Természetesen a film az kötelező. Ja, a feltét az természetesen, nem természetesen, de ez sajnos nem egyezik meg, ugyanis mindent megvettünk, kivéve azokat. Tehát az így most egy kicsit más, de lényegében maga a koncepció, tehát pizza, az ugyanaz. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Pedig próbáltam lassan enni, én tényleg. Én most siettem. Mindegy, a pizza fenomenális volt, tök jó. Nyilván nem kárpótol azért, hogy tortillával 2 is megettem volna, de ettől függetlenül nagyon jó volt. Mikor eszünk legközelebb? Eszünk még ma? Eszel még ma? Talán. Na igen, ez az. Fogok enni. Akkor a következő étkezésnél találkozunk. Te mit csinálsz? Semmit. Aha, láttam, hogy 3 percig ott állsz. Nem sokára eszünk, igaz? Persze. Ez rágó, azt nem eszem meg. De kérhet. Jó, azt mondtam, hogy mindenből lenni fogok, amit te eszel, úgyhogy. Pontosan ugyan ilyen. Nagyon finom. Ez sonnyú vagy keserű? Sonnyú. Sonnyú. Szóval éppen éjfélt ütött az óra, és sajnos Hugi úgy döntött, hogy ma már nem éhezik meg én legnagyobb szomorúságomra. Szóval a mai napot úgy zárjuk, hogy 1955 kalóriát fogyasztottunk el összesen, ami tulajdonképpen egy tini csajhoz mérve egy kicsit sok, de szem előtt kell tartani azt, hogy ugye nem minden nap ezt teszi. És tulajdonképpen azt eszik mindig, amit éppen megkíván. Szerencsére az ízlésünk javarészt megegyezik, így nem volt gond a mai nappal. Tehát a makrotápértékek a mai napra nézve 119 g fehérje, 232 g szénhidrát, illetve 61 g zsír. Ez elég jó felosztás, de sajnos az a helyzet, hogy én ezzel a
közel 2000 kalóriával kb. 1300 kalóriás mínuszban vagyok, de én persze gondoltam erre is, hogy ez fog történni, és mivel ugye lezártuk a napot, sikeresen teljesítettem azt, hogy egész nap azt ettem, amit a húgom, tartottam magam az ő étrendjéhez. Na igen, ez volt tegnap, mert ma már egy új nap van, 0-0-1, tehát másnap vagyunk, és ugye ilyenkor már azt teszek, amit én szeretnék. Tehát én gondoltam erre, és készítettem magamnak egy nagyon jó kis túrós süteményt, már pár órával ezelőtt, mert hogy én rájöttem, hogy ez kihűlve sokkal királyabb, mint amúgy. Na, most ennek bevágom kb. A 3/4-ét. Nagyon jó egyébként ez a túró estére, krémtúró. Hogyha kíváncsiak vagytok a receptre, simán össze tudok nektek dobni egy videót. Tehát a túró tökéletes estére, ugyanis lassan felszívódó fehérjéket tartalmaz. Tehát én ezt most betolom, szerkezgetek még egy kis videót, mert igencsak el vagyok maradva vele. Még ebben a videóban is elnézést szeretnék kérni, hogy ennyi időt kihagytam. Tehát remélem élveztétek a videót. És legyetek jók, legközelebb találkozunk. Sziasztok!